A közfoglalkoztatási program térségi eredményeit mutatták be az immár hagyományos közfoglalkoztatási kiállításon Tamásiban. A megnyitón elhangzott, a rendezvény lehetőséget teremt arra, hogy bemutassa a vidéki emberek szorgalmát és tenni akarását, és a hasznos és értelmes munka eredményét. 9. alkalommal szervezi meg a közfoglalkoztatási kiállítást, van egy népszerű neve, termékbörzének hívjuk. 17 önkormányzat jelent meg, és ennek a programnak az a lényege, hogy a közfoglalkoztatásban dolgozók mutatják meg azt, hogy milyen termékeket, mondhatjuk azt, hogy milyen értékeket állítanak elő. Az ide látogatókat színpadi programokkal, illetve az elmúlt évek közfoglalkoztatási kiállításait bemutató fotókiállítással várták. A termékbörzén a finomságokat kínáló feldíszített standoknál a megtermelt zöldségeket, gyümölcsöket, lekvárokat, szörpöket, savanyúságokat és készételeket is megkóstolhatták az érdeklődők. A települések igyekeztek a teljes termékkínálatot bemutatni. Töpörtyűkrém körözött, lilahagymás, zsíros kenyér, van egy kis házi szilvalekvárunk, eperlekvárunk, és nagyszékelyben termesztünk káposztát eladásra, burgonyát, saját fogyasztásra, vöröshagymát, és ez a standunk. A közfoglalkoztatási rendszer átmeneti munkalehetőséget biztosít a regisztrált álláskeresőknek és rehabilitációs ellátásban részesülőknek. A regisztrált álláskeresők száma évek óta csökken. Idén a közfoglalkoztatási bér havi összege végzettségtől és munkakörtől függően bruttó 116 ezer és 163 ezer forint közötti havi összeget jelent a programban dolgozóknak.